Amit én most elmesélek nektek, az messzi vidékről származik. Mert réges-régen Kínában élt egy öreg apó és egy öreg anyó. És aztán kaptak egyszer ajándékba egy kicsi macska kölyköt. Na de az apó azon gondolkodott egy állónapon keresztül, hogy milyen nevet adjon ennek a macska kölyöknek. És aztán arra gondolt, hogy ő a macska kölyköt olyan valami után akarja elnevezni, ami a világon a legnagyobb és a legerősebb, ezért elnevezte Tigrisnek. Hát Tigrisnek is hívták azt a macska kölyköt. Egészen másnap estig, amikor bekopogtatott hozzájuk a szomszéd. Hát jó estét, jó estét! Hallom, kaptatok egy macska kölyköt. Na, aztán nevet adtatok-e már neki? Hogy ne adtunk volna. Azt akarom, hogy a világon ő legyen a legnagyobb s a legerősebb, ezért a legnagyobb s a legerősebb dologról neveztem el. Tigrisnek hívják. Hát az bizony szép, csak van valami, ami még a tigrisnél is erősebb. Hát mi lenne erősebb a tigrisnél? Oroszlán. Az oroszlán? Ha az is erősebb, de még annál is van erősebb. Sárja. Hát a sárkány, az valóban az erősebb. Hé, apu elkezdett gondolkodni. Igazad van, igazad van. Nevezzük akkor ezt a macska kölyköt sárkánynak. Sárkánynak is hívták a macska kölyköt egészen másnap estig, amikor bekopogtatott a másik szomszéd. Há, jó estét, jó estét. Hallom, kaptatok egy macska kölyköt. Na, aztán nevet adtatok-e már neki? Hogy ne adtunk volna, azt akarom, hogy ő legyen a legnagyobb s a legerősebb, ezért sárkánynak neveztem el, hogy ő is olyan nagy s erős legyen. Igazad van, apó, tényleg a sárkány nagy és erős, de tudod-e, hogy van valami, ami erősebb még a sárkánynál is? Hát mi lenne erősebb a sárkánynál? Sárkány kígyó. Sárkány kígyó. Hey, ők egy családból származnak. Gondolkodott az apó. Hát de nem tudta kitalálni, és azt mondja a szomszéd, hát apó, úgy tudd meg, hogy a sárkánynál erősebb a felhő. A felhő? Hát úgy bizony, mert úgy tudjátok meg, hogy Kínában a sárkányok felhőháton repülnek. És ha a sárkány felhőháton repül, akkor a felhőnek el kell bírnia a sárkányt, ugye? Gondolkodott apó, hát tényleg igazad van. A felhő akkor erősebb, mint a sárkány. Hát nevezzük akkor ezt a macska kölyköt felhőnek. Felhőnek is hívták a macska kölyköt egészen másnap estig, amikor bekopogtatott apó testvére. Hát jó estét, jó estét. Hallom, kaptatok egy macska kölyköt. Aztán nevet adtatok-e már neki? Hogy ne adtam volna? Azt akarom, hogy ő legyen a legnagyobb s a legerősebb, ezért felhőnek neveztem el, hiszen a sárkányok is felhőháton repülnek. Igazad van, apó, a felhő nagy és erős, de van valami, ami még a felhőnél is erősebb. Ha ugyan mi lenne erősebb nála? Na, a szél. Hát a szél, bizony jól mondod. A szél, mert ha fúj a szél, akkor... Elfújja a felhőt. Igazad van, testvér, igazad van, mondta apó. Akkor innentől kezdve legyen a macska kölyök neve Szél. Hát Szélnek hívták a macska kölyköt egészen másnap estig, amikor egy vándorszerzetes kért szállást, bekopogtatott, bekísérték a házba, és éjszakára a földre ágyat vetettek neki. És ahogy a szerzetes leült az ágyra, hát mi ugrott az ölébe? A macska kölyök. Hey, milyen kedves macska kölykötök van. Aztán nevet adtatok-e már neki? Hát hogy ne adtunk volna, kezdte apó. Azt akarom, hogy ő legyen a legnagyobb s a legerősebb, ezért elneveztem először Tigrisnek. Hát annál nagyobb a sárkány. És annál erősebb a felhő. Hát annál még erősebb a szél, ezért elneveztem Szélnek. Igazad van, apó, tényleg a szél az erős. De van valami, ami még a szélnél is erősebb.
Micsoda? Hit. Hit? Hát az is erős lehet, bizony, de nem erre gondolt a szerzetes. Apó is csak így nézett, hát mi lehet erősebb a szélnél? A tűz. A víz. A víz. A fény. A fény. Apó is csak találgatott, aztán azt mondja a szerzetes, hát apó. A szélnél erősebb a fal. A fal. Hát ha fúj a szél, hova menekülsz? Be a házadba, s mi tartja kint a házadon kívül a szelet? A fal. Hát akkor bizony a falnak erősebbnek kell lennie, ugye? Hát igazad van, bizony igazad van, akkor legyen ennek a macskakölyöknek a neve fal. És falnak is hívták egészen. Hát nem estig, csak reggelig. Mert másnap reggel anyó kiment a konyhába, elkezdte készíteni a reggelit, és egyszer csak meglátott a konyha közepén egy egeret. És ahogy meglátta az egeret, futott az egér be a falba egy kicsi kis lyukon keresztül. Hát apó, hát nézd, hát van valami, ami még a falnál is erősebb? Hát mi lenne erősebb a falnál? Hát az egér, hát nézd meg, hát lyukat fúrt a falba. Hely, anyó, hát az tényleg erősebb a falnál az egér. De akkor én most nevezzem el a macskakölyköt? Egérnek. Hely, gondolkodott apó, gondolkodott. És aztán addig-addig gondolkodott, míg egyszer csak a homlokára csapott. Hát anyó, hát van valami, ami még az egérnél is erősebb. Hát mi lenne? A macska. Tudod mit, anyó? Nevezzük el ezt a macskakölyköt macskának. No, aztán így is lett, és onnantól kezdve azt a macskakölyköt élete végéig mindenki csak macskának hívta. No, hát ez így volt.